köszöntöm mindnyájukat, hogy ismét egy nagyon gyönyörű alkalommal együtt legyünk. Sajgó Szabolcs vagyok a ház részéről, és öröm látni, hogy egy valamikori találkozásból a műcsarnokban hogyan nőtt ki ez a mai este is, illetve eddigiek, és reméljük nem az utolsó, hanem még újabb könyv- és folyóirat bemutatók, vagy esetlegesen különféle kérdésekre reflektáló kerekasztal beszélgetések, vagy valami más. Én nagyon örültem, hogy megismertem a ti szellemi műhelyeteket, és örülök, hogy ennek itt lehet teret adni a Párbeszéd házában. És ennek az egyik gyümölcse, ugye ez a nagyszerű fordítás, fordítóval, kiadóval. A házban nagyon sokféle esemény zajlik. Holnap után fejeződik be Künköskor, amit úgy neveztünk, hogy a belvárosi csend, ami elkezdődik minden évben, hambozószerdán, és befejeződik a húsvéti idő végén Künköskor. Nyilván a címe is mutatja, hogy egy olyan fajta alkalmakat kínálunk, különösen ebben az időszakban, amikor is az ember a külső zajtól függetlenül, vagy attól próbálva függetlenedni, abba a belső szentélyébe húzódhasson vissza, ahol a lelki ott van, utoléri, ahol újjáépülhet, ahol gyógyulhat, ahol növekedhet, ahol a kincseire rácsodálkozhat, és ennek boldog tudatában mehet tovább aztán vissza a zajos világba. A Párbeszéd háza általában nyáron szünetel, ez most is így lesz, július-augusztusban alig lesz valami a házban, a sok munkáson, felújításon, festésen kívül, hogy aztán szeptemberből újra induljunk, de még előtte most júliusban van több érdekesebb esemény. Az egyik, hogy mindjárt ezután 6 órakor kezdődik egy kiállítás megnyitó itt a díszteremben. Egy nagyon képzett felvidéki származású Franciaországban elhunyt nagyon jó festő Turonyi István, csak egy próba, kihallotta a nevét, vagy látta a képét már Turonyi István. Volt néhány kiállítás a Magyarországon, de nem ismert, főleg nem annyira, vagy úgy, ahogy megérdemli a művészete. Egy ilyen kiváló válogatást lehet látni a díszteremben majd. Ez augusztus első feléig, 11-ig lesz nyitva majd, és az a cím, hogy Fény, Csönd, Lélek. Szóval ez folytatódik majd, ha valaki innen elmenőben, ha csak 5 perce is van, érdemes arra fölfele kanyarodni, hogy benézni a kiállítást legalább. Lesz egy másik könyvbemutató, Petrőci Évának, régen terméken nyíló, a családregénye, 11-én lesz ez majd. Ida és Gyula dédszülei története, ez egy zsidó hátterű család, és nagyon sok kulturális vonatkozással is, egy olyan értékes könyv, amit bemutatunk. Aztán lesz majd egy sorozatnak az utolsó alkalma, ez május közepén kezdődött, végén folytatódott, és 13-án lesz majd a befejező része, az a címe a sorozatnak Művészet és Hitvallás. 3 meghitt beszélgetés Istenről, hivatásról, művészetről. Először itt voltak Krupa Nedik és Ráki Dezső, aztán Tarján Marián és Lázár Balázs, és majd csütörtökön lesz Borsos Kata és G. Horváth László, hegedű művészek szintén ebben a teremben lesznek majd, ahol most vagyunk. Egy következő alkalom, nem tudom azt a nevet mondom, hogy Mustó Péter, mennyire ismerős, egy ilyen nagyon, egy kis ilyen gurú, egy lelkivezető, lelki gyakorlatvezető, a meditációban nagyon sokan, igen sokat köszönnek neki, most már beteg, idős, de bevállalta, hogy eljön, hogy beszélgessünk az életútjáról, hivatásáról. Ez majd 14-én lesz. 15-én hittem, hogy ne tévedjünk el az élet labirintusában, szoktatjuk magunkat egy ilyen meditációval, van egy ilyen mobil labirintusunk, azt is használjuk. Akit az ilyesmi vonz, vagy érdekesnek találja, legyen szerencsénk június 15-én. Aztán volt egy ilyen film, a Sunshine hozta létre, vagy nem az ő ötlete, de egy jó megvaló
orvosítása szerzetesnek álltam, amikor két belvárosi fiatal a csornai premonthelyi apátot rávéve elküldött 5 napra az apátságba, és ott egy fiú és egy lány, egy nagyon izgalmas, túlcsorduló teltházas vetítésünk volt, 230-an fiataloknak is férte mindenki. Ezt megismételjük, ezt a vetítést majd 17-én. Érdekes volt, hogy mennyire nagy érdeklődése volt a fiataloknak. És akkor még említek, Kozma Imre neve valószínűleg ismerős sokaknak, ugye a Máltai Szeretetszolgálat alapítójának, a irgalmas rendi szerzetesek, keresztény állarcok, egy ilyen dologgal próbáljuk kírálni, hogy ahol kurens dolog mondjuk az, hogy keresztény értékeknek, kereszténység, ott fölmerül mindig a kérdés, hogy tudja az ember eltéríteni magát a kísértés útjától, hogy külsőleg legyen keresztény és belsőleg nem. Tehát egy kicsit egy ilyenfajta provokációnak esünk majd alá ezen az esténben a beszélgetésben. Aztán hát körülbelül ezek lesz még más is a Vászon Krisztusnak egy utolsó befejező része, ahol van majd az 25-én, aztán Arszakja a film klubnak is egy egyszerű vetítése lesz még június vége felé. És ha összejön, akkor egy igen izgalmas estünk lesz Rófusz Ferenccel, azt hiszem ismerős a neve, a Légy. Egy 40 éves álmát nemrég megvalósította tavaly az Utolsó Vacsora címmel, egy 10,5 perces, szintén animációs filmet vetít. Remélem majd itt hamarosan. Az első nyilvános ilyen bemutatója az majd a Duna TV-ben lesz vasárnap este 22:20-kor, ha valaki akarja látni. Egy nagyon izgalmas, nagyon komplex animációs film, és Klukon Editékkel, illetve Ránki Dezsővel összebeszélve úgy néz ki, hogy ők majd a Via Crucis-től előadják, tehát csinálunk egy ilyen komplettebb estét, és egy ilyen sorozat lesz, ez járnák vele az országot a vezetéssel és ezzel a darabbal, és akkor itt lenne egy ilyen főforma, vagy az első fordulóban. Tehát ha valaki akarja napra készen tudni, hogy mi folyik a házban, akkor van lehetőség feliratkozni a heti hírlevélre, internetes hírlevélre, és hogyha olvashatóan írja a nevét, meg az e-mail címét, akkor meg is kaphatja hamarosan. Aki adja tovább, akinek nem érdekes a dolog. Köszönöm. És akkor a mai este, hogy a cím is nagyon jellemző és nagyon bizonyos értelemben provokatív, az, hogy Isten ismeret és Isten szerelem. Hát erre érkeztek, nem az én monológomra, úgyhogy én át is adom a szót most Zoltánnak. Köszönjük szépen. Szeretettel köszöntünk mindenkit. Keresztes Szent János Isten ismeret és Isten szerelem című művének a bemutatóján. Így néz ki maga a kiadvány. Mellettem ül Szepesi Edit, a műfordítója, és Horváth Róbert szerkesztő. Még mielőtt bármit mondanánk a könyvről, egy köszönetnyilvánítással, illetve kettő köszönetnyilvánítással kezdeném. Először is Szabolcs atyának szeretnénk megköszönni azt, hogy ismét itt lehetünk, és bemutathatjuk ezt a szerintünk nagyon különleges és egyedi művet. És szeretnék köszönetet mondani a kiadó munkatársainak, akik Edit és Róbert mellett részt vettek a kötet elkészítésében, név szerint Király Liliomnak, Stamler Ábelnek, Kocsi Lajosnak és Rádi Sándornak. Nagyon örülök, hogy mindannyian itt vannak velünk. A könyv elkészüléséről annyit mondanék, hogy ahogy a kiadó többi munkája, ez is csúnya szóval csapatmunkában készült. Valóban létezik ez a szellemi műhely, amiről Szabolcs atya beszélt, és ez nagyon örömteli, és a jövőre nézve is nagyon fontosnak tartjuk azt, hogy nem egyszemélyes kiadványokról van szó, hanem tényleg egy közösségi munkáról. Még mielőtt a fordítót és a szerkesztőt kérdezném,
A könyv szerzőjéről és címéről szeretnék beszélni. Ha esetleg nem hallanak hátul, nyugodtan kiabáljanak közbe, és megpróbálunk majd hangosabban beszélni. Hallható. Tehát majd látni fogják, hogyha belelapoznak a kötetben, hogy a belső címoldalon egy jóval hosszabb cím szerepel, amely így hangzik: Keresztes Szent Jánosnak tulajdonított értekezés az állító és a negatív módon elért elfátyolozott Isten megismerésről, valamint a lélek Istennel való egyesüléséről a szerelem révén. Ez az a cím, ami a spanyol eredeti címnek megfelel, és nagyjából össze is foglalja egyébként a mű tartalmát. Amiről szerintem legelőször beszélnünk kell, az a szerzőiség kérdése. A borítón és a belső címoldalon is szerepel az a szó, hogy tulajdonított, ami arra utal, hogy a mű kapcsán Keresztes Szent János szerzőisége nem teljesen bizonyos, nem teljesen egyértelmű. Editet szeretném kérdezni ezzel kapcsolatban. Mit lehet tudni a mű keletkezéséről? Miért vitatott a szerzőiség, illetve milyen érvek hozhatók fel amellett, hogy valóban Keresztes Szent János a szerző? Hát amiért egyáltalán vitatott a szerzőiség, az, hogy semmilyen konkrét történeti érv, és életrajzírói által írt megerősítés nem található azzal kapcsolatban, hogy ez a mű valóban Keresztes Szent Jánosnak a műve. Hát tulajdonképpen a kétkedésünk az ebből adódik. De rengeteg olyan pozitív ér, és nem konkrét ér hozható fel ezzel kapcsolatban, ami ezt mégis megerősíti. Az egyik az, ami így érdekes módon egyúttal meg is erősíti a szerzőiségnek az autenticitását, ugyanakkor talán a leginkább a kétkedésre okot adó tényező. Ezt a művet először egy 1616-os kiadásban találjuk meg. Egyébként egy Antonio de Alvarado nevű Benedek rendi szerzetesnek, Benedek rendi szerzetes művében, aki művének címe egyébként a kalóz helyes élethez és a mennyek országába vezető úthoz, aki már az előszavában is említi, hogy ez a mű tulajdonképpen sok vagy több általa megbecsült, nagyra tartott szerző műveit ölti egybe. Így felmerül ugye az a kérdés, hogy vagy felmerül az, hogy miért is lenne ez egyértelműen az ő műve. És jellemző rá az, hogy fel kell tenni magunknak kérdést, hogy tulajdonképpen mit értettek akkor egy műnek a, tehát mit értettek a műnek a citálásán, mit értettek idézeten. Megtalálható benne egy az egyben vett, tehát egy tömbszerűen kiemelt szövegrészlet is, ugyanakkor a szerzőnek a saját értelmezései is benne foglaltatnak, amik ezekhez a művekhez kapcsolódnak. Keresztes Szent Jánosnak a neve ebben egyáltalán nem szerepel, ugyanakkor nagyon sok szerzőt említ benne,
Tehát nagyon sok szerzőtől konkrétan citál, akinek a műveit ez az úgymond gyűjteményhez felhasználta. És ebben a műben ez a szóban forgó értekezés egy az egyben megtalálható. Tehát ez az egyik legfontosabb forrásunk erre nézve. Megtalálható mű egyébként a másik forrása szintén 17. századból származó, és két éve korábbi szerzőnek a művében a Keresztes Szent Jánosnak elismert művei között ugye a Lobogó Isten szeretettel együtt is megtalálható, és ez is okot ad arra, hogy a szerzőnek tulajdonítsuk ezt a művet. Felvetik azt ezzel kapcsolatban, hogy olyan stílusbéli eltérések láthatók ebben a műben, ebben a szóban forgó értekezésben, amik nem jellemző Keresztes Szent Jánosnak a stílusára. Tehát ez a fajta skolasztikus, didaktikus rendszerezett karakter nem volt jellemző rá. És ehhez kapcsolódik egyébként az, hogy ugyanakkor ennek a műnek a doktrinális vonatkozásait tekinthetően nincsenek olyan tényezők, amik ellent mondanának. Ezek integrálhatók Keresztes Szent Jánosnak a munkásságába. Tehát megemlíthetünk néhány ilyen sarkalatos pontot, mint a lélek képességeinek a lemeztelenítését. Ugye ami ezeknek nem a megszüntetését, hanem a felemelését jelenti. A lélek képességé kapcsán megemlít ez az adott olyan sarkalatos pontokat, amit láthatunk Keresztes Szent Jánosnál, mint a lélek képességein belül található fogalmakat, mint az akarat, az értelem és az emlékezet. És ezeknek a felemelését és áthasonlítását. Keresztes Szent Jánosnak hallható. Így működik. Keresztes Szent János a elismert műveiben nem kifejezetten fejt ki olyan dolgokat, amik ebben a műben fontosak, mint például az úgymond felfelé vezető cselekedeteknek a jelentőségét. Hát ezeken azokat kell érteni, hogy nem egyszerűen az erények gyakorlását. Tehát nem egyszerűen egy kísértéssel szembe helyezett, úgymond ellentétes
erénynek a gyakorlását. Hanem az ő szóhasználatával élve azt, amikor bármilyen bűn vagy bűnnek így a bűnnek az eshetősége megérinti az embert, a bűntől függetlenül a lélek mint egy felröppen Isten felé. És ebben az az érdekes, hogy Keresztes Szent Jánosnak a autentikus művei között számon van tartva egy olyan mű a lobogó Isten szeretetben, hogy a lelki életre vonatkozó gondolatok. Ezt tulajdonképpen szintén nem ő maga írta. Ha megnézzük a lobogó Isten szeretetet, ott annak a bevezetőjében látjuk, hogy ez tulajdonképpen nem az ő műve, hanem egy szerzetes társának a lejegyzései alapján készült. És itt kiemeli, hogy mennyire fontosak ezek a felfelé vezető cselekedetek. Amiket ebben a műben aztán teoretikusan kifejtve részletességében is láthatunk. Van még egy ilyen aspektus a kérdésnek, hogy hajlamosak vagyunk talán bizonyos történelmi eseményekhez kötni ezeket az úgymond filológiai fordulatokat. Például a kármelita reformhoz. Tehát, hogy a kármelita reform után, a 17. században már előfordulnak bizonyos fogalmak, hogy a természetes és a természet feletti szemlélődésnek a kifejtése, és annak részletezése. Ugyanakkor figyelnünk kell arra, hogy ezek egy adott szerző egy adott szerző tulajdonképpen, mint egy megtiszteltetésként magára veszi egy más nem említett szerzőnek ezeket a gondolatait. Tehát lehet, hogy az eredeti szerző nevét nem ismerjük, ugyanakkor ezek a gondolatok már megjelennek egy néhány évtizeddel későbbi, akár 17. századi szerzőnek a műveiben. Így ezt nem köthetjük pontosan egy eseményhez vagy dátumhoz. Tehát ha ilyennel találkozunk, hogy természetes és természetfeletti szemlélődés, akkor valószínűsíthetjük, hogy ezt már korábban is ismerték. Ez már korábban is megjelent bizonyos művekben, aminek a szerzőjét lehet, hogy nem ismerjük név szerint, vagy nem tudjuk beazonosítani, ugyanakkor egy másik évtizedekkel későbbi szerzőnél ezeket megtaláljuk. Úgyhogy tulajdonképpen a legelőször említett év tűnik a legsávalatosabbnak. Megpróbálok én is a mikrofonba beszélni.
Nagyon visszafogott volt Edit, azért, hogy senkinek ne legyen kétsége azzal kapcsolatban, hogy most keresztes Szent János vagy nem keresztes Szent János, az, hogy tulajdonítható, az teljesen bizonyos. A 20. század elején már megjelent egy keresztes Szent János összkiadásban, és a legújabb keresztes spanyol nyelvű keresztes Szent János összkiadásban szintén megjelent ez a mű. Tehát a tulajdoníthatóságnak százalékos megalapozottságán esetleg vitatkozhatunk, de jogos tulajdonítani keresztes Szent Jánosnak. Most nagyon sok fogalmat említetted itt így a szerzőséggel kapcsolatos bevezetőben, és valóban egy olyan értekezésről van szó, amely nagyon átfogó. Egyébként keresztes Szent János egyéb prózai műveitől eltérően nagyon rendszerbe foglalta, mutatja be a misztikát, a misztikus utat. Úgyhogy Robertet szeretném megkérni, hogy emelje ki azokat a fő pontokat, fő fogalmakat, amelyek az értekezésben központi szerepet játszanak. Ha könnyű kérdés, köszönöm. Bárki is írt ezt a művet, ez egy csodálatos mű, remélem, hogy majd maguk is így találják, meg kell nézni, meg kell vizsgálni, el kell olvasni. Ahogy Edith mondta, a keresztes Szent Jánosnak való tulajdonítás, az teljesen jogos, és egy Zoli kiegészítette, valóban a legutolsó összkiadásnak a részét képezi, ugyan kérdőjellel, de annak a részét képezi, ez nem véletlen. Én szerintem induljunk ki abból, hogy ezt a művet keresztes Szent János írta. A kiadó teljesen korrekt módon próbált eljárni azzal, hogy mind a borítón lévő kiadói címben, mind az originális címben hangsúlyozta azt, hogy neki tulajdonított. De én úgy gondolom, hogy helyes úgy olvasni ezt a munkát, hogy ezt keresztes Szent János írta. Az a keresztes Szent János, Dr. Mystikus, aki az európai keresztény misztikának a fő vonulatát jelentős mértékben megalapozta és meghatározta. Nagyon nehéz bemutatni ezt a művet. Egy nem hosszú művet tartottunk a kezünkben, de mégis annyira összetett, és a kvázi barokk, szinte barokk nyelvezetnek megfelelően sokrétű és figyelmes olvasást igénylő mű van a kezünkben, ami a nyelvi összetettségéből adódóan is, amit szerintem Edith gyönyörűen oldott meg a fordításában, ebből a nyelvi összetettségből adódóan is nagyon nehéz a mondani való struktúráját így vázlatosan értelmezni, felvázolni, vagy vázlatosan érzékeltetni, de mégis egy rövid 10 perces kísérletet tennék erre, hogy csinálok éppen, miről is szól ez a mű. Tehát mindenek előtt a mű fő témája az a misztikus teológia. Ez a fogalom, ez a 1000 évvel korábban nagyjából, 1000 évvel korábban Dionysios Areopagitesznél jelenik meg. Ő alkotja meg a misztikus teológia fogalmának az alapművét. Ez nem azt jelenti, hogy ezt megelőzően, tehát a kereszténység évezredeiben és évszázadaiban korábban nem létezett misztikus teológia, de mégis az 5.-6. század az az időszak, amikor ezt az Áldénesnek is nevezett Dionysios Areopagitész megfogalmazza, hogy latinosan Dionysios Areopagita megfogalmazza. Tehát az ővé az alapszöveg. Ezt szerzők sem tartja rejtivék alá. A második, negyedik fejezetben részletes, majd konkrétan is hivatkozik Ászendénesre. És elmondja, hogy a szakma is így nevezi, tehát
nem álszent, nem a szentségét vitatjuk, hanem a Bibliában Pálnál szereplő Nélesnek a nem valóságát érzékelteti a vallástudomány ezzel a kifejezéssel. Tehát ő alkotja meg az alapszöveget a nagyjából az 5.-6. század környékén, valószínűleg az 5. század végén. Ez egy rövid szöveg, amit azért hozok most szóba, mert a művünk maga is a misztikus teológiát interpretálja a lényegében, vagy egy nagyon átfogó rátekintésben ezt mondhatjuk, hogy ez a fő vonulata. Ayrópagitésznél sokkal részletesebben mutatja be a misztikus teológiát. Tehát mindjárt egy nagyon fontos sajátossága ennek a műnek, amit végre magyarul is a kezünkben tarthatunk, hogy mindaz, amit Dénes nagyjából 5-6 oldalon misztikus teológiaként bemutat, azt most egy nagyon részletes, kibontott formában olvashat. Tehát a misztikus teológia a műnek a fő témája. Ez azért is fontos, mert ebben a kifejezésben egy misztikus teológia két fogalom egyesül. A misztikának a fogalma és a teológiának a fogalma, amit általában nem szoktak ugye összekapcsolni, hanem úgy tekintik ezeket a fogalmakat, mint amelyek valamiféleképpen egymással szemben állnak. Tehát aki misztikát művel, az elhanyagolja a teológiát, aki teológiát művel, az nem misztikus. Az eredeti dénesi koncepciója teljes mértékben rácáfol. És ezt a vonalat viszi tovább a művünk is. Tehát egyszerre misztika és egyszerre teológia. Erről majd még részletesebben fogunk beszélni. És magán a misztikus teológián belül a mű alapvetően a szemlélődéssel foglalkozik, tehát a kontemplációval. Ezzel a fogalommal kapcsolatban tudnunk kell, hogy ugye ezt magyarra így fordítjuk, hogy szemlélődés, és ez úgy hangzik, mintha valamit a szemeinkkel, akár a külső fizikai, akár a belső szemeinkkel lát. És tudnunk kell, hogy maga a kontempláció, úgy, ahogy a keresztény hagyomány a kezdetektől fogva használja, nem így érti ezt a fogalmat. Tehát segítségül hívja az érzékszerű, a szemen keresztüli érzékszervi észlelésnek a fogalmát, de nem pusztán úgy érti a szemlélődést, mint amit a szemmel, akár külső, akár belső szemmel látunk. Kontempláció, ami ennek a műnek az egyik fő fogalma, ez ennél jóval több. Hogy megértsük, hogy mi ez a többlet, abból kell kiindulnunk, hogy a keresztény hagyományban, eltérően a keleti tradícióktól, a meditációnak a fogalma az elmélkedést jelent. Tehát egy ilyenfajta mentális tevékenységet, egy olyan mentális tevékenységet, ami gondolati megfontolásokat tartalmaz, elsősorban az Istenséggel kapcsolatban, vagy az ő misztériumaival kapcsolatban. Ez az, amit elmélkedésnek, vagy keresztény értelemben meditációnak hívunk. A keresztény hagyomány a maga történeti folytonosságában, hogyha vizsgáljuk, úgy tekintett mindig a kontemplációra, vagyis az előbb említett szemlélődésre, mint ami a meditáción túl van, tehát az elmélkedésen túl van. Úgyhogy ha jól akarjuk érteni, eredeti kontextusában a kontemplációnak, vagyis a szemlélődésnek a fogalmát, akkor mindenféleképpen úgy kell rá tekintenünk, mint ami nem csak egyszerűen a vizionárius, látványszerű szemlélet, szemmel látható, külső-belső szemmel látható dolgokon túlik, hanem mindenek előtt a meditáción és az elmélkedésen túli valóság. Tehát a keresztény ember, most nagyon leegyszerűsítve és kicsit így ex-katedra mondva, a keresztény embernek elmélkednie kell, meditálnia kell keresztény értelemben.
elméjével gondolkoznia kell Istenről és az isteni misztériumokról, de ezt a fokozatot meghaladja a kontemplációnak a szintje, amikor már nem csak egyszerűen elmélkedik és keresztény értelemben meditál, hanem végrehajt egy olyan belső szemlélődést, ami több, és ez a hangsúlyos, mint értelmi tevékenység. Több, mint gondolati, gondolkozásbéli tevékenység, amiben számos más tényező a mentalitáson kívül szerepet játszik, illetve számos nagyon nehezen meghatározható tényező is. És így a mű elsősorban így a műnek a misztikus teológián belül az elsődleges témája ennek a szemlélődésnek a hangsúlyozása és érzékeltetése. Ezen belül, erről is majd egy kicsit később szólt együnk részleteiben, most csak nagyon vázlatosan mondom, szintén Szent Énes követve a szerző megkülönböztet állító jellegű szemlélődést, tehát olyan szemlélődést, ami az isteni jelen valóságot, vagy az isteni létet állítja, és megkülönböztet olyan szemlélődést, amely nem állító, hanem úgy hívjuk Dionysius Areopagites alapján, hogy tagadó szemlélődés. Erről majd egy kicsit később bővebben szót ejtenénk. Tehát a szemlélődésen belül megkülönböztet a mű nagyon határozottan és nagyon hangsúlyosan egy állító módon elért istenismeretet, és egy tagadás révén elért istenismeretet, hiszen a szemlélődésnek az elsődleges célja az, hogy Isten megismeréséhez vezessen bennünket. Ezen belül kétféle lehetőséget vázol: állítások révén elért ismeret, istenismeret, és tagadás révén tagadó módon elért istenismeret. Mindezek után, vagy mindezek mellett nagyon erőteljesen egységcentrikus, tehát az Istennel való egységet, egyesülést hangsúlyozza a mű. Tehát nem egyszerűen a szemlélődést, hanem az Istennel való egységnek a lehetőségét, amit ugye a katolikus katekézis nem zár ki, egyáltalán nem zár ki, ezt nagyon szeretném hangsúlyozni, egyáltalán nem zár ki, de mégsem hangsúlyoz. Ebben a műben ez hangsúlyos, tehát az Isten nem csak egyszerűen megismerhetősége, szigorú fenntartásokkal, de megismerhetősége, hanem maga az egysége is, a vele való egyesülésnek a lehetőségét is felveti a mű, és mindezt a szemlélődés révén teszi. Ugyanakkor nagyon érdekes, és a műnek egy külön karakterisztikumát képezi, hogy a kontemplációval, tehát a szemlélődéssel kapcsolatos lehetőségeken kívül, vagy lehetőségek körébe a mű beiktatja azokat az általános vallásgyakorlati metódusokat is, amelyeket mindannyian ismerünk. Ima, erények gyakorlása, ez nagyjából azonos a Edith által említett felfelé vezető cselekedetekkel, az értelemnek a fontos szerepe, az egyéni léleknek a szerepe, tehát a teljesen általános teológiai, és nem csak teológiai, hanem vallásgyakorlati szempontból is felvetett fogalmakat beilleszt a szemlélődéssel kapcsolatban és az Istennel való egyesülés lehetősége vonatkozásába is. Ez a műnek mindenféleképpen egy specifikuma, amire nagyon érdemes figyelni az olvasónak. Tehát nem egyszerűen arról van szó, hogy a vallásgyakorlaton kívül felvet egy olyan lehetőséget, ami valamilyen fajta szemlélődés, majd erről még később beszélni fogunk, hogy milyen lehetőségek vannak ezzel kapcsolatban, hanem azt is felveti, hogy ebbe a szemlélődésbe, ebbe a kontemplatív életbe, ami az Isten megismerésére irányul és a vele való egyesülésre irányul, ebben az általános vallási kategóriák, vagy a vallásgyakorlásnak a legalapvetőbb
napi szintű mozgatói, mint amilyen a, például a hit, vagy, a, vagy az érzelem, vagy, a, vagy az akarat, ez ettől a magas rendű szemlélődéstől nem áll külön, hanem szép, nagyon szépen, gyönyörűen összekapcsolja ezeket a mindannyiunk által ismert fogalmakat, mint például az ima, vagy a megismerés, vagy a hit, nagyon szépen összekapcsolja a legmagasabb rendű megismeréssel és a legmagasabb rendű kontemplációval is. Majd még erről kicsit később bővebben. Nagyjából egy ilyen szerkezetű művet látunk magunk előtt, ilyen fogalmakkal, mint misztikus teológia, kontempláció, meditáció, állító módon elért ismeret, istenismeret, tagadó módon elért istenismeret, természetes szemlélődés, természetfeletti szemlélődés, felfelé vezető cselekedetek, ima, megismerés, értelem, akarat, hit, erények gyakorlása, és aztán olyan specifikumok, amikről majd később fogunk beszélni, mint amilyen az isteni minőségektől való lemeztelenedés, önlemondás, stb. Tehát nagyon röviden és nagyon leegyszerűsítve, de így sikerült most így a műnek a fő fogalmi vázát érzékeltetni. Igen, és azt mindenképpen érdemes kiemelnünk, ugye Róbert utalt arra, hogy nagyon sok a vallásgyakorlat nagyon sok formáját és nagyon sok teológiai fogalmat, eszmét a szerző összekapcsol a misztikával, a legtágabb értelemmel vett misztikával. Ugyanakkor az olyan tényezőket, amelyeket közönségesen a misztikához társítunk, például a látomások, vagy a teljes mértékben passzív és teljes mértékben csak érzelmeken alapuló elragadtatás, ezeket a tényezőket keresztes Szent János, vagy a tágabb értelemben vett misztikus út alsóbb és meghaladandó tényezőinek tekinti, vagy egyenesen arra utal, hogy ezek káros tényezők. És azt gondolom, hogy mindenképpen beszélnünk kell arról, hogy az értekezésből egy egészen más misztika kép olvasható ki, mint amit általában ehhez a fogalomhoz társítunk, ugye, hogy valami tudásellenes, homályos, nehezen körvonalazható, és amit nagyon sokszor társítanak ehhez, hogy valami önkényes. Látomások, olyan tapasztalat, amit nem lehet besorolni a vallásgyakorlat körébe. Azt gondolom, hogy érdemes lenne erről a különbözőségről beszélni. Ugye Edith, te írtad az előszót is, és ott beszéltél már, vagy írtál erről, és szintén írtál arról is, hogy a misztika milyen módon hozható kapcsolatba az értekezés alapján a vallásgyakorlat egyéb reguláris formáival. Esetleg kifejtenünk? Igen, itt, ahogy említetted a misztikát általában valamiféle exkluzív dologként szoktuk szemlélni, ami egyeseknek a kereszténységen belüli valamiféle kiválóság, mert néha valamiféle abnormalitásként is szoktuk talán szemlélni. És ezek a zavaros tényezők, amiket látomásokkal, csodákkal, víziókkal kapcsolunk össze, ezekhez képest a misztikával foglalatosságnak a későbbi formáit, mint például az úgynevezett spekulatív misztikát, azt esetleg úgy szemlélhetjük, ami ezeket helyreállítja.
ezeket magyarázza, és ugye kizárja ezeket a tényezőket belőle. És ezek a fajta jelenségek is helyet foglalhatnak a misztikának a bizonyos formáiban, de nem azonosíthatok azzal, hogy mi a misztika tulajdonképpen. Tehát, hogy nem azonosíthatjuk ezzel a fajta önkényességgel és szubjektivitással. Nem választható le ugyanakkor persze a misztikáról egyfajta jellegzetes dinamizmus, ami abból adódik, hogy a közvetlen Isten kapcsolattal áll kapcsolatban. És a célja nem egyfajta lezárt rendszer, egy doktrinális rendszernek a kialakítása, hanem van benne egy felfelé való nyitottság, ami bizonyos értelemben egyfajta homályosságot ad a misztikának, ami kimondottan rá jellemző. Ugyanakkor a műben is látjuk, hogy a misztikáról így egyszerűen fogalmazva, tehát lehet írni is. És teoretikusan teljességgel megalapozható. Említettem, hogy a misztika az nem exkluzív, hanem a keresztényi létnek tulajdonképpen a velejárója. Hát olyan erényekhez kapcsolódik, ami a keresztény élet gyakorlásához, annak a teljességéhez hozzá kapcsolódik. Most így néhány példát említve, mint az isteni erény gyakorlása. És egyébként, ahogy Keresztes Szent János is mondja, hogy már ő is felveti ezt a lehetőséget, hogy sokan ezen esetleg megbotránkozhatnak, hogy miért kell ekkora áldozatot hoznunk, úgymond. És talán már ő is felvetette annak a kérdését, hogy ez egyfajta önkínzás, tehát az aszkézisnek egy ilyen fajta értelmezése, ami valamiféle önkínzással áll a kapcsolatban. Most példának említhetnénk így a lelki szegénységet, vagy a lélek képességeinek elsorvasztását. És akkor nagyon sokak fülében ez így negatívan cseng, hogy elsorvasztás valamiféle veszteség. De ez szemben, ez nem veszteség, ez nem valamiféle szembenállás, hanem ezek fölé helyezkedés. És ahogy jól ismerjük a lelki szegénység, a lelki szegények ideáját, tehát aki elveszíti értelmi életét, az megtartja azt, az szerintem ide is utalhat. Tehát, hogy nem a lélek szegényedik el, hanem ezek a képességek transformálódnak és transzcendálódnak, mint egy. És Keresztes Szent Jánosnál más műveiben is, és ebben pedig kifejezett
és részletezett módon megjelenik az isteni, vagyis ugye a teológikus erények, amik ugye a nevükben magukban foglalják az Isten megismerésnek az erényét. Tehát például a hit erényét, ami ugye azt tükrözheti, hogy a tudásról alkotott fogalmunkat változtatjuk meg. Tehát a megismerésről alkotott fogalmunkat változtatjuk meg ezáltal. Vagy ahogy a reményben a remény által tulajdonképpen a szerzett javainkat és a veszteségeinket egyenértékűvé tehetjük, vagy egyenértékűként érzékelhetjük. És mindezek ugye arra utalnak, hogy ez nem egy kivételes dolog a misztikának a gyakorlása. Bármelyikünk felé nyitott és nyitottnak is kell lennie. Ezért az elsorvasztás és hasonló ideák kapcsán ugye mindenképpen beszélnünk kell arról, amit Robert már említett, arról a fogalompárról, az állító, igenlő vagy pozitív Isten megismerés szemlélődés, illetve a negatív vagy tagadólagos Isten megismerés kettősségéről. Úgy tűnik, hogy végigvonul egyébként az egész művön a negatív teológiai megközelítés, Isten felfoghatatlanságának az eszméje. Ugyanakkor, ahogy Robert is említette, az állító vagy pozitív jellegű szemlélődés, Isten megismerés is megjelenik a műben. Számomra úgy tűnik, hogy a negatív teológiát előtérbe helyezi keresztes Szent János. Robertet kérdezném ezzel kapcsolatban, hogy mi ennek a megkülönböztetésnek az érvénye, illetve lehet-e valamit mondani arról, hogy mennyiben különbözik például keresztes Szent János megközelítése Álláról, meg itt a Dénes megközelítésétől? Tehát, ahogy említettem, Terminus technikusoknak a szintjén ez a mű a misztikus teológiának a részletes kibontása, és a misztikus teológia az történeti síkon nyilván messze mélyebbre hatoló, ezt nem lehet eléggé hangsúlyozni, de történeti síkon Dionysius Areopagitához köthető az említett Álszentléneshez. Hasonlóképpen van ez a negatív és a pozitív teológia tekintetében is. Tehát ennek a forrása is vélhetően keresztes Szent János számára Dionysios. Ugye már magából a rendes eredeti címből kitűnik számunkra ez a felosztás, értekezés az állító és a negatív módon elért elfátyolozott Isten megismerésről, az elfátyolozottról majd külön kellene beszélnünk, tehát a rendes címben szerepel, tehát a mű címben, azt nyilván a kiadó nem tudott egy ilyen hosszú címet, barokkos címet felvállalni a mai világban, ki kellett erre valami megoldást találni, de az eredeti címben értekezés az állító és negatív módon elért Isten megismerésről.
ebben szerepel egy utalás már eleve az állító és a, tehát az Isten megismerésnek a két lehetőségére. Az egyik, amit állítás révén érjük el, érhetjük el, pontosabban érhetjük el Istennek a valamilyen fokú megismerését, és a másik, az pedig a negatív módon érhetjük el. Ez egy nagyon bevett fogalom, mind a kettő egy nagyon bevett fogalom, vagy fogalmi pár a teológia történetében, állító és negatív teológia, negatív és pozitív út, az igenlés útja és a tagadás útja, és a többi módon ez a legkülönfélebb szerzőknél, nem csak misztikusoknál megjelenik. Ez fontos megértenünk, hogy mi a kettő. Tehát ez a felosztás Keresztes Szent Jánosnál vélhetően Areopagita Dénesre megy vissza, aki megkülönböztet az említett misztikus teológia című művében és egyéb műveiben is katafatikus és apofatikus teológiát. Ez a két szó, a két görög kifejezés gyakran szokták így fordítani, hogy leereszkedő és felemelkedő. Én nekem nem nagyon tetszenek ezek a fordítások, mert persze ilyesmiről is van benne, ilyesmit is jelentenek, de talán jobb lenne, hogyha a katafatikus teológiát azt egy alászálló és nem pedig leereszkedő teológiaként fordítanánk, és az apofatikus teológiát pedig nem egyszerűen felemelkedő, hanem elhagyó, valamit elhagyó teológiaként. Tehát ebből az ellentétpárból is talán érzik, hogy maga a katafatiké, ahogy ezt Szent Dénes használja, Szent Dénesnek nevezett szerző használja, ez egy alászállással kapcsolatos, ami magából az istenségből indul ki, és az istenségnek a világban való megnyilvánulását, epifániáit veszi alapul. És egy erre épített teológia. Tehát, hogy nyilvánul meg az Isten a világban, mik az ő tulajdonságai, tudjuk természetesen mindig szem előtt kell tartani, hogy ő tulajdonságok feletti, az összes tulajdonság birtokosa, de mégis azért bizonyos tulajdonságokkal megközelíthető. Ezek milyen tulajdonságok? Ez a katafatiké a szentlélekség értelemben, és ez az alászálló teológiai irány, amikor felülről az alsóbb szempontokra figyelünk, és Istennek a megnyilvánulásait, epifániáit vagy teofániáit nézzük. Az apofatiké, ami ezzel a művel szorosabb kapcsolatban áll, ez az elhagyással kapcsolatos, amikor azt hangsúlyozzuk, hogy Isten ezt az állító teológia is hangsúlyozza, hogy ő attribútumok feletti, de az apofatiké esetében kimondottan hangsúlyossá tesszük azt, hogy Isten semmilyen módon nem írható le. Tehát még azt sem mondhatjuk rá, hogy ő jó. Ezt nyilván nem mondjuk rá, hogy rossz. De még azt sem mondhatjuk rá, hogy jó. És ez az irány, ez az, ami később már ez már Areopagita Dénesnél is megjelenik, ez az, amit később aztán egészen a barokk, sőt máigható normális teológia, negatív teológiának nevez, ez a hangsúlyos a műben. Ez az elváló, elhagyó, apofatikus, vagy más kifejezéssel élve negatív teológia az, ami a műnek a fő teológiai irányát adja. Isten nem írható le semmiféle módon.
Most ez így, ahogy előadom, ez nagyon teoretikusnak hangzik, úgyhogy egy kicsit megpróbálnám ezt személyesebbé tenni, vagy megközelíthetőbbé tenni ezt az állító teológiát, vagy negatív módon elért teológiát, vagy katafatikét, vagy apofatikét, egy kicsit a saját szempontunkból, személyes Isten áttélésünkből egy kicsit életszerűbben tennék egy kísérletet arra, hogy ezt megpróbáljam megvilágítani ennek a kérdésnek a súlyát. Úgy, hogyha úgy tekintjük, hogy milyen az állító teológia, és elmondjuk, hogy ilyen meg ilyen, ez egy dolog, ezt is fontos tudni, meg kell tanulni. Milyen a negatív teológia, ez is nagyon fontos, meg kell tanulni, de igazán ez a kérdés, ez forpontra ott jut bennünk, amikor rájövünk arra, hogy tulajdonképpen az, hogy Istenhez eljussunk, a legnyilvánvalóbb és a legalapvetőbb lehetőségünk, hogy Istent megközelítsük akárcsak, a legnyilvánvalóbb és legalapvetőbb lehetőségünk az, hogy megtaláljuk a világban azokat a teofániákat, amelyben ő megnyilvánul. Tehát azokat a megnyilvánulásokat, amikben az ő lét, amelyek az ő létére utalnak. Tehát például, ha valami szépet látunk, legyen az bármilyen szép, akkor ez számunkra egy lehetőség arra, hogy Istenre gondoljunk, Isten felé orientálódjunk. Ez csak egy lehetőség, hogy Istenre gondoljunk. Nyilván ennek a belső tartalma felé való orientálódás. Tehát szükségünk van az isteni tulajdonságoknak, az isteni attribútumnak, az isteni sajátosságoknak a világban való szemléletére, szemlélésére, ahhoz, hogy hozzájussunk. Kell látnunk azt, hogy mi a jó a világban, kell látnunk azt, hogy mi a szép a világban, kell látni azt, hogy mi az igaz, mi a bölcs. És amikor ezeket látjuk, akkor ez egy lehetőség ezeknek az attribútumoknak, minőségeknek, isteni neveknek a szemlélése, ez egy lehetőség számunkra, hogy Istenhez eljussunk. Szeretném felhívni a figyelmet arra, hogy önmagában ezeknek a minőségeknek a látása, jónak, szépnek, igaznak, bölcsnek és így tovább, örökkévalónak, végtelennek a látása általában az embereket nem juttatja el Istenhez. Tehát, hogy jó, ez egy jó dolog, ez szép, ez igaz, és akkor itt véget ér a történet. Amikor arról beszélünk viszont, hogy katafatikus teológia, tehát egy felülről alászálló teológia, vagy egy állító teológia, akkor minden esetben, vagy arról, hogy via pozitíva, tehát egy spirituális útról beszélünk, akkor ott arról van szó, ezeket a minőségeket, amikor az ember látja, például a szépet bármiben, tehát ez lehet egy testi szépség is adott esetben, de az konkrétan és nagyon határozottan és effektíve Istenhez viszi az embert. Ekkor lehet arról beszélni, hogy spirituális értelemben vett via pozitíva. Tehát az isteni tulajdonságoknak, jellegzetességeknek, attribútumoknak az olyan célú szemlélete, amely kimondottan az istenségnek, Istennek a tudatába vezeti az embert, az Istennek a megismerésébe vezeti az embert, az Istennel való létbe vezeti az embert. Ez a nagyjából ez az állító jellegű teológia, vagy az állító út. Most ez a mű nem ezt hangsúlyozza. Ez a mű pontosan azt hangsúlyozza, hogy az ember ahogy említettem, az Istennel való egységre, vagy a vele való egyesülésre, akkor sokkal hatékonyabban tud jutni, hogyha a negatív módon elért teológiának a képviselője, vagy negatív teológiának, vagy a via negatívának, vagy az apofatikének, a tagadólagos útnak a sajátosságát bírja, amikor azt hangsúlyozza, hogy Isten
attribútumok feletti, Isten tulajdonságok feletti, Isten minőségek feletti. Ő jobb, mint a jó, szebb, mint a szép, igazabb, mint az igaz. Valamilyen módon még a hamissal is kapcsolatban áll. Tehát amikor egy ilyen jellegű megközelítést látunk, akkor van szó, ahogy Áldénes mondja, apofatikus vagy tagadó, elhagyó és negatív teológiáról, akkor azt hangsúlyozza ez az ember, hogy Isten nem létező, nem kimondható, fölfoghatatlan, elfátyolozott, nem tudható, feltétel nélküli, és így tovább, ismereteken túli, nem közvetíti semmi, ez áll a negatív teológiának, vagy a tagadó jellegű teológiának a jegyében. És ez a mű, majd látni fogják, hogyha olvassák, ezt képviseli. Ugyanakkor már maga Dionysios hangsúlyozza, hogy az állító teológia és a tagadó teológia, vagy negatív teológia, ez nem mond egymásnak teljes mértékben ellent. Mind a kettő ugyanoda vezet. Hol vezet? Amikor az ember azt mondja, hogy Isten fölfoghatatlan, ha jól mondja, és azt útszerűen mondja, ezt egy útajába mondja, akkor ez Istenhez vezet. Amikor azt mondja, hogy Isten jó, akkor itt nem csak a jóságot bálványozza, hanem magához, Istenhez vezet ez a konszideráció. Tehát mind a kettő, akár a pozitív, akár a negatív teológia, Istenhez vezet, és ez már a Dionysiosi alapvetés a misztikus teológiában is pontosan így hangzik. Így definiálja a negatív teológiát, hogy a létezőkre vonatkozó minden állítást róla, mint minden dolog okáról kell állítani és kimondani, de mint minden fölött állóról még sajátosabban mindezt tagadni kell. Tehát egy definíciót ad arra, hogy mi az állító teológia. A létezőkre vonatkozó minden állítást róla, mármint Istenről, mint minden dolog okáról kell állítani és kimondani. És akkor a definíció a negatív teológiára, de mint minden fölött állóról még sajátosabban mindezt tagadni kell, ez a negatív teológiának, ilyen negációnak, ilyen negatívának, és így tovább a sajátossága, amit ez a mű is képvisel. Ugyanakkor már Szent Dénes megfogalmazza, és a művünk is, bár a negatív utat hangsúlyozza, és Isten megismerhetetlenségét, elfátyolozottságát, felfoghatatlanságát, stb. Hangsúlyozza, mégis azt azért kimondja, hogy amit Dénes is ezekkel a szavakkal mond, nem kell azt hinni, hogy a tagadások ellentétesek az állításokkal, hanem hogy ő sokkal előbbi a tagadásoknál, és fölött áll mindenféle tagadásnak is, meg az állításnak is. Tehát ez a mű egyik lényege a via negatíva, via pozitíva vonatkozásában, hogy bár alapvetően a via negatívát képviseli, mégis ahogy szépen a vallásgyakorlás különböző pozitív elemei, mint például a hit, remény, szeretet, erénygyakorlás, felfelé vezető cselekedetek, ahogy ezeket igenli, ezzel megmutatja, hogy hiába alapvetően negatív a megközelítése, mégis követi azt az elvet, amit az eredeti, a misztikus teológia eredeti tekintélye, hajlóban, mint a Dénes is képviselt. Most röviden ennyi, nem tudom ezt ki. Igen, és a műnek ugye, ahogy Robert is utalt rá, az egyik különleges sajátossága, hogy nagyon sok ilyen látszólagos ellentéttel felülemelkedik, és sok esetben két közösségesen szembeállított eszmét, megközelítést is
belefoglal abba az útba, aminek a végcélja a Lélekistennel való egyesülése. Azt gondolom, hogy itt meg kell említenünk mindenképpen a skolasztika és a misztika szembeállítását. Ugye ez elég gyakori, viszont hát ha csak az értekezésből indulunk ki, ami nagyon sok skolasztikában is ismert fogalmat használ, és a stílusa is elég skolasztikus, ezt a szembenállítást is valamilyen módon talán érdemes feloldanunk. Edith, erről szintén beszéltél az előszóban, de azt gondolom, hogy érdemes lenne bővebben kifejteni, hogy mennyiben érvényes a kettőnek, misztikának és skolasztikának a szembeállítása, illetve mennyiben árnyalja a kettő ellentétéről kialakított képet ez az értekezés. Előjáróban szerintem azt mindenképpen érdemes megemlíteni, hogy nem alapvető misztikának és skolasztikának szembeállítása. Ahogy a Rehoboth Bhagita dénes művének misztikus teológia című művét említjük, akkor tulajdonképpen a misztikáról szólunk. Tehát a misztika korábbi megnevezése tulajdonképpen misztikus teológia. Tehát misztika és teológia eredetileg nem vált ilyen rigorózus módon szét, mint a misztikát később definiálták, mint ami például a tárgyilagos szemléletet nélkülözi, irracionális és dialektikus érvelés nélkülöző. Nevezték a misztikát, illetve a misztikus teológiát az elme túlcsordulásának is, az elme kitágulásának is, ami ugye okot adhat éppen erre a felvetésre, hogy mennyire érvényes, vagy mennyiben érvényes ez a megkülönböztetés. Mivel nem azt állítjuk, hogy egyáltalán nem érvényes, de nem feltétlenül olyan irányvonalak alapján, mint amiket szokásos módon megemlítünk. Tekinthetjük ezt a kettőt tulajdonképpen a megismerés és a gondolkodás, illetve a nyelv módjainak, tehát a nyelvbéli kifejezés eltéréseinek, mint egy módszertani eltérésnek. Illetve felvethető, hogyha ennyire egybehangzó alapokat említünk, akkor melyik ered miből, vagy egyáltalán érdemes ezt a kérdést felvetnünk, hogy most a misztika ered a skolasztikából, vagy pedig fordítva. Ugyanakkor azt is, hogy amit az iménti értekezésből láthatjuk, egy szerző esetében sem mond, egy szerző esetében sem ellentétes ez a két dolog. A misztikának ugyanakkor van egy
van egy jellegzetessége, ami nem zárható ki belőle, tehát közvetlen Isten megismerésre utal. És magában foglalja jó módon a tévedhetetlen intuíciónak a megélését. És figyelembe kell vennünk, hogy ez nem egy elkülöníthető, lezárt tapasztalat, hanem ahogy látjuk Keresztes Szent Jánosnál is, ez a fajta tapasztalat, ez a fajta közvetlen intuíció, sőt isteni egyesülés, ez az elmére is lehat. Tehát, hogy az elmét magával ragadja, pontosabban felemeli. Például, hogyha a kinyilatkoztatásról beszélünk, akkor tulajdonképpen ennek a képéről beszélhetünk. Nem különíthetjük el a filozófikus megismerést ettől. Mert a skolasztikáról, mint amikor egyértelműen elkülönítjük a misztikától, akkor kijelenthetjük, hogy azért a természet feletti dolgok leírásánál nem nélkülözhetjük ezt, tehát feltétlenül szükségünk van erre a fajta aspektusra és hozzáállásra. De ennek a filozófiának a tökéletessége mégis ebben az egységben valósul meg, ezen a megélésen keresztül. Tehát ez a középponthoz való igazodásban, a személyes megélésen. Nem valami kívül, a megismerőn kívül állom, hanem mint hogy Isten megismerésének tudománya a teológia. Igen, ennek a megismerésnek meg kell, illetve mindenképpen figyelembe kell vennünk ezeket a fokozatait is. Tehát van reális megkülönböztetés a két látásmód között, de figyelembe kell vennünk, hogy fel kell tennünk a kérdést, hogy van kontinuitás az elméleti és a gyakorlati tudományok között. Sőt, hogy egybe tartoznak. Ugye az érdekes még ennek kapcsán, amit már Robert említett, és Edith is utalt rá, hogy kontinuitásról beszélhetünk mondjuk általában a teológia, skolasztikus teológia és a misztika kapcsán, ugyanakkor számos olyan nagyon banálisnak és egyszerűnek tekintett dolog, mint például a hit, vagy az erények gyakorlása, nem csak, hogy a misztikával kontinuusként jelenik meg, tehát olyan elemként, ami hozzátartozik a misztikus úthoz, hanem ezeknek a szerző az értekezésben igen magas dignitást tulajdonít. Tehát valahogy az általános és egyszerű dolgok, amelyek fölött gyakran elsiklik az ember, és úgy veszi, mint
mint hogy ő már birtokolja, hiszen melyik hívő gondolkoznál azon, hogy mi is a hit, hiszen magától értetődőnek megveszi, hogy ez előre rendelkezik. Számos ilyen dolognak Keresztes Szent János igen mély belső jelentést tulajdonít. Robert talán erről is, hogy beszélhetünk. Pár gondolat elejéig, és ehhez kapcsolódóan szeretnék visszatérni a skolasztika, misztika, tomizmus, misztika ellentétnek a mondva csináltságához. Nem mondom, és ezt nagyon szépen mondta Edith is, hogy semmiképpen nem állítanám, hogy nincs ellentét közöttük, de hogy van egyfajta mondva csináltság, az ellentétekben az bizonyos. A köztudott Aquinai Szent Tamással kapcsolatban, hogy élete végén egy misztikus élmény hatására lekicsinyelte a korábbi nagy életművét, ami ugye a tomistáknak az alapkorpusza. Tehát kritikai megjegyzést tett egy misztikus élménye révén a saját életművére. És ennek az anekdotának akár igaz, akár nem, a felemlegetése tovább fokozza a tomizmus misztika ellentétnek a hangsúlyozását, hiszen hozzájárul ehhez a mítoszhoz, az ellentétnek ehhez a negatív értelemben mítoszához. Most gondoljunk bele, vegyünk bármilyen, most akármilyen skolasztikus kategória, vagy tomista kategóriát vehetnénk, bármilyet. Mondjuk vegyük mondjuk például a partikuláris. Tehát ez köztudott, hogy a létszintek vonatkozásában egy alapvető kategória Szent Tamás szerint a partikuláris, mint olyan. Tehát a részleges, mint olyan. Most gondoljunk bele, hogy egy szerző, aki ezeket a kategóriákat megállapítja, mi alapján állapítja meg? De azt mondják, hogy hát a tomizmus azért különbözik a misztikától, mert az ilyen jellegű szerzők, ezek elmebeli tevékenység alapján állapítják meg ezeket a kategóriákat, vagyis azt, hogy van olyan, hogy partikuláris és részleges, tehát létezik ez a tomista kategória, partikularitas. Vagy bármi, most egy csomó minden mondhatnánk, bármilyen tomista kategória, species létezik, tehát a fajnak a kategóriája. És akkor erre azt mondják, hogy ezt a misztikustól eltérően egy tomista, egy skolasztikus gondolkozású ember, egy filozófus szemben a misztikussal úgy állapítja meg, hogy az elmebeli tevékenység alapján megállapítja. És ez igaz? Ez igaz lehet, hogy egy filozófus, vagy egy tomista, vagy egy skolasztikusnak a tevékenységében csak elmebeli, tehát ez csak az elméje alapján állapítja meg. Én azt mondom erre, hogy nem. Tehát, hogy ezeknek a részleges kategóriáknak, vagy nagyon az ontológián belüli alkategóriáknak a megállapítása és a sajátos értelemben vett misztikus tapasztalás révén megy végre. Tehát az, hogy az ember meg tudja állapítani, hogy mi az, hogy faj, hogy van olyan, hogy egy faj, ilyen és olyan faj, vagy létezik az a kategória, hogy generális, tehát hogy általános, és meg tudjuk állapítani, hogy mi az, ami általános érvényű, szemben például a partikuláris érvényűvel, és így tovább, tehát számos skolasztikus tomista kategóriát tudunk konszidálni, ez nem csak elmebeli tevékenység, hanem ebben jelen van az, amit a szerzőnk, Keresztes Szent János, úgy nevez, mint ami elme feletti, ami több, mint elmélet, ami az elme működése, vagy az értelmen túli.
Tehát maga egy tomista és maga egy skolasztikus is, bár ezt nem tudatosítja magával, de valójában használ olyan képességeket, amelyek nem elmebeliek, és nem értelmiek, és nem filozófiaiak, és nem pusztán skolasztikusak, vagy nem pusztán tomisták, hanem egy sajátos értelemben a szó pejoratív értelmétől megfosztva a szót, misztikusak. Igenis, ezek intuitíve mennek végbe, hogy az ember meg tud, intuitíve is, nem csak elmerében mennek végbe, hogy az ember meg tudja mondani azt, hogy mi, ami fajlagos, mi az, ami általános, mi az, ami részleges. Tehát a magának, a skolasztikának, vagy a tomizmusnak a fő kategóriáinak a hátterében ott van valahol egy misztikus tapasztalat. Egy intuitív bizonyosság, egy érzés, amit szerzünk, sok esetben így nevez, hogy áttérzés. Mi is ez a szó egyébként? Affektuózó. Tehát egy áttérzés, egy áttélés. Ez végbe megy az elmebeli tevékenység, a filozófiai tevékenység mögött. És ez az a pont szerintem, ahol megbukik a tomizmusnak és a misztikának a totális szembeállítása. Újra mondom, nem mondom, hogy nincs közöttük ellentét. Van sok tekintetben ellentét, de a totális szembeállítás, ahogy itt néhány szerző kezeli, ahogy egy ilyen katolikus atya mondta, ahogy az emberevő tomisták ezt a kérdést kezeli, vagy a úgynevezett tradicionális katolikusok némelyike, tisztelet a kivételnek, ezt kezelik, ez hibás. Mert igenis, hogy egy tomista vagy skolasztikus megközelítésnek a hátterében, és az Aquinoi Tamás szelleme, Szent Tamás szellemében mondom ezt, ott áll az intuíció, ott áll egy sajátos értelemben vett misztikus tapasztalat. Amit nem így hívtak, hogy misztikus tapasztalat, de kiterjesztve és lényegi értelemben véve ezt a szót, igenis ott áll a misztikus tapasztalat abban is, hogy az ember különbséget tud tenni individuális és egyetemes között, vagy általános és partikuláris között. Tehát a legalapvető kategóriák között is ott van ez a különbség. És akkor ez a szellem, szerzőnek ez a szellem, aki ugye majd látni fogják a műben, amiközben olvassák, hogy ő meglehetősen határozottan dolgozik ilyen kategóriákkal. Tehát nem egy agyament misztikus, aki a hasára ütött és valamit mond, hanem nagyon határozottan a belső tapasztalásai fogalmi kategóriák, teológiai kategóriák alapján is, adatosítően skolasztikus kategóriák alapján is alátámasztja. Pont ezen hozzáállása miatt bevont, és most tudok válaszolni a kiadóvezetőnek a kérdésére, hogy a pont ezen hozzáállása miatt, ezen elmélyített és teoretikusan is alátámasztott misztikus beállítottsága miatt tud értelmet adni a vallásgyakorlás egyéb már nem fogalmi és nem filozófiai szintjeinek is, amilyen például mondjuk a hit, remény, szeretet hármasa, ami egy közhely, tehát valljuk be, tehát milyen gondolkozó emberek vagyunk. Ez három totálisan elcsépelt erkölcsi erény, ami, hogyha nem jelennek meg a világban filozófikusan képzett elmék, és ezeknek nem adnak mély értelmet ezeknek a fogalmaknak, akkor az egész kereszténység lényegét tekintve el fog tűnni. Tehát ezek olyan fogalmak, amiknek újra méltóságot kell adni. Itt nem elegendőek a szentimentális hivatkozások, hit, remény, szeretet, és aki ezt kimondja, az megdicsőül, és azon a glóriát látunk a feje fölött, mert így beszélnek sajnos a papjaink. Azt gondolják, hogy néhány szót kimondanak, akkor azonnal boldogulnak, vagy az égbe mennek. Ez nem így van. Tehát ezeknek a fogalmaknak újra méltóságot kell adni, és pont a szerzőnk ezt teszi meg.
És azt mutatja meg számunkra, hogy általános, teljesen elcsépelt fogalmaknak, amilyen például a hit, és ez már a 16. században is így volt, annak mi a mély értelme? Ő ezt a mély értelmet azon sajátos megközelítés révén mondja el, hogy hogy tagozódik be a hit, vagy hogy hasznosítható, csúnya szóval, ő ezt nem használja, ezt az én béna a nyelven mondja, hogy hasznosítható a hit a misztikus teológia szempontjából. Tehát úgy ad mély értelmet a hitnek, hogy a misztikus teológiában, ami ugye a művének a fő mondani valója, ebbe köti be. És kontemplatíve éli meg a hitet. Tehát mi úgy gondoljuk, hogy a hit az egy szó. Hát mi hiszünk Istenben. De ha emögött nem áll, ugye a mű, ahogy említettem, másik fő fogalma, a misztikus teológia a kulcsa, a kontempláció. Ha nem áll egy fogalom mögött kontempláció, hogyha az ember számára a hit, vagy akár a szeretet csak egy fogalom, akkor ez semmi. Akkor oda jutunk, hogy eljelentéktelenítjük a fogalmakat, és mindenki utálni fogja a kereszténységet, mert a kereszténység nem tudja saját magát filozófiailag felértékelni, és érvényesíteni, meg dignitással, méltósággal ellátni. Tehát nem, ezt ne csináljuk, hogy azt gondoljuk, hogy kimondjuk azt, hogy hit, akkor az elég. Vagy hogy fogalmakat használunk, az elég. Akár az, hogy kontempláció, kontempláció, ez valami nagyon... Nem, a kontempláció fogalmat is kontemplálni kell. A hit mögött is ott kell lenni egy kontemplációnak, hogy értsük, hogy mi a hit. Hogy a hit az egy olyan dolog, ami akkor is van számunkra, hogyha nincs. Hogyha fizika, hogyha azt mondjuk rá, hogy felfoghatatlan, vagy megismerhetetlen. Tehát, hogyha fizikailag nem látható, akkor is létezik számunkra. A hit az keresztes Szent Jánosnál például a felfoghatatlanban való hit, a megismerhetetlenben való hit, az elgondolhatatlanban való hit. Ez azt jelenti, hogy ha valami felfoghatatlan, megismerhetetlen, elgondolhatatlan, kimondhatatlan, akkor is, annak ellenére, hogy ezt mondjuk rá, akkor is tudjuk, hogy van. Érted? És ez ilyenfajta gondolatokhoz, minden mögé egy kontemplatív jelleget, egy szemlélődő jelleget oda kell tenni, mert különben a fogalmak kiüresednek, értelmetlenné válnak. És úgy kellene minden papunknak prédikálni, hogy kontempláció van mögötte, szemlélődés van mögötte. Azok a papok, akik úgy prédikálnak, hogy a szavaktól élveznek el, és nincs a szavak mögött kontempláció, azok nem tesznek jót a mi világunknak, a saját tradícióknak. Egy fogalom nem old meg semmit. A fogalom mögött tartalom van, ezt a tartalmat meglássuk, ahhoz szemlélődnünk kell. Ezt hangsúlyozza ez a mű, és ráadásul úgy hangsúlyozza, hogy teljesen általános érvényű dolgoknak, amilyen például az erények gyakorlása, vagy ilyen fogalmak, mint a hit, remény, szeretet, ezeknek is méltóságot ad, és megmutatja, hogy a legmagasabbhoz, a misztikus teológiához hogy kapcsolódnak ezek a dolgok. Például a szeretet, hogy az nem egyszerűen csak szeret, szeretünk mindenkit. Make love, not war, peace, meg nem tudom micsoda. És most nem az, tehát most nyilván ezeket laikusok mondták, de az a baj, hogy a papság is így beszél. Tehát semmivel nem jobb egy papnak a szeretet fogalma, mint egy ócska hippié. Tisztelet a kivételnek. És ez nem így, tehát a szeretet, és az, ami megmutatja, közvetlen, akaratlagos összekapcsolódás Istennel. Összekapcsolódás, nem az, hogy Isten van valahol, hanem ha szeretek, össze vagyok vele kapcsolódva a szeretetben. Értik a különbséget? És így a szerzőnk élettel tölt fel olyan dolgokat, amik ma már sajnos üresek. És talán az ő idejében, a 16. században is üresek voltak. Ezt nem tudjuk, és nem is érdekes. Az a lényeg, hogy számunkra
élettel több. Tehát van annak, tehát megmutatja, hogy a szeretet hogy kapcsol Istenhez. Lehet, hogy szenvedélyes nyelvű, és azt a szeretetet a szerelmi értelemben használja néha, és Istenhez, mint a szerelmeséhez fordul, de ez a szenvedély is kell. Ez is benne van a szeretet szavunkban. Szeretet, szerelem, ezt tudjuk, ugye a többi nyelvben egy szó. A magyarban csodálatosan elválik, de mégis úgy kell a szeretet, a magyar esetében is a szeretet szóra gondolnunk, mint ami nem zárja ki a szerelmi intenzitást. És itt most nem szexualitásról beszélek, tehát nem arról, hogy ezt meg azt csináljuk egymással, férfiak férfival, nőkkel, hanem az, hogy a szerelmi, a szeretetben, a szeretet képünkben, a szeretet ideánkban legyen jelen az az intenzitás, ami a szerelemben van. A szerelemben az a fő intenzitás, hogy összekapcsolja a két felet teljesen. Ha valakiben van Isten szeretet, akkor az az ember össze van Istennel kapcsolódva. És nagyon össze van kapcsolódva, nem csak úgy, hogy Isten van valahol, hanem nagyon össze van vele kapcsolódva. És az összes többi misztérium. Nem kell megmondani, hogy hogyan van összekapcsolódva. Ő most tulajdonképpen egy Istennel, ehhez képest már ez is blabla. Tehát a misztériumokhoz képest még a nagy filozófiai, szolipszisztikus igazságok is blablák. A szeretet összekapcsol. És nem lát részlegességeket, és lényegtelenségeket, és teljesen szuper módon az eszenciára, vagy a szupraeszenciára irányul, tehát a lényeg feletti lényegre irányul. De az, hogy ezt megértsük, ahhoz azért kellene filozófiai, áttért filozófiai kifejtések. Igen, azt gondolom, hogy ez kiváló végszó volt, úgyhogy mivel eljárt az idő, megköszönjük a figyelmüket. Ha esetleg van kérdés, ezt személyesen az előadóknak fel lehet tenni, illetve a könyv és a kiadott többi korábbi kiadvány is megvásárolható lesz itt az asztalon. Köszönjük szépen!